Már kapható lesz hétvégétől a friss magyar szamóca a piacokon, a zöldségeseknél és az áruházakban, a hazai termés várhatóan június közepéig végéig kitart majd. Idén az enyhe és a tavasz kedvezett a szamócának, így a legtöbb termelő, jó minőségű és bőséges termésre számított a fagyok ellenére is. az első áprat, ebből még nincsen akkora mennyiség, ezt mindet el szoktuk tudni adni. Majd még később A piacokon jelenleg elsősorban kilózott lédig kiszerelés fogy, az áruházakban továbbra is 250-500 g zárt csomagolású termékek kaphatók, de igény mutatkozik a családi csomagokra, azaz a 2 kg-os kiszerelésekre is, ez utóbbit vélhetően a járvány okozta keresletváltozás indokolta. Még a mai napon kezdjük meg az eperárósítást, olyan a repernek olyan 4000 forint körül lesz kilója. Függ majd a nagyságtól, olyan 3-4000 forint között a apróbbak, olcsóbbak lesznek, a nagyobbak olyan 4000 forint körül lesz kilója. A magyar szamúca a kereskedelmi forgalomban három fázisban érkezik. A héten a részben fűtött sátras termés, majd utána április végével, május elejével a bakhátas fátyol fóliás termőterületekről, és május közepétől nagy mennyiségben a szabadföldi szamóca. Ez a fólia annyival jobb, hogy ez dupla fólia, két váz van, közte van 15 cm légrés, ami szigetel. Ez körülbelül 10-15 fokkal van melegebb egy ilyen fóliába, mint a sima egysoros fóliába. Ezekben a fóliákba érik még most az eper, ebből nem sok van Magyarországon, meg a fűtött fóliák a sima egysoros fóliákba legtöbb részén a hajnali fagyoktól elfagyott a virág, elfagytak a kiseprek. Szerintem nem lesz annyi termés, mint a előző években volt. A tavalyi adatok alapján a magyarországi üzemi szamóca termőterület mintegy 650 hektár lesz, az időjárás függvényében pedig évente 8-10 ezer tonna terem. A termőterület 20-20%-a Bács-Kiskun és Pest megyében található, mellettük még Györmoson, Sopron, szabolcs bereg és Somogy megyében van nagyobb termőterület. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele sátras hajtatás. magyar reper annyiból jobb, mint a külföldi, hogy az itt érik meg a fóliába, nem a kamionba, mert a külföldit azt ilyen Félzöldön szedik le, amíg nincsen íze, mert ha ilyen állapotban szednék le, akkor túlérik, mire mondjuk Görögországból egy hét alatt itt a határon nem tudom mennyit kell várakozni most a kamérnoknak, de lehet, hogy sokat. Számos termelő tervezi, hogy szed magad akciót indít majd, természetesen az egészségügyi előírásokat betartva, komoly egészségügyi szabályok mellett. Többen gondolkodnak házhoz szállítás elindításában. De ez az 500 g csomagok kiszállításánál nem igazán gazdaságos, az alacsony üzemanyagár ellenére sem.